Sziget-Szent Miklós M0-ás hídtól a közigazgatási határig kerékpárutat kellett építenünk, és kormányzati támogatásból készült ez a fejlesztés, és kormányzati előírás, hogy ezt a zárórendezvényt megtartsuk a mai napon. Ezáltal örömmel jelentem önöknek, hogy tovább fejlődött Sziget-Szent Miklós. A jó hír az az, hogy a továbbiakban is fejlesztjük a kerékpárút hálózatot. Hamarosan elkezdjük a Csepeli út melletti kerékpárút építését, de térjünk vissza arra, ami miatt itt vagyunk. A jelenlegi kerékpárút, amit már használhatnak mind a Sziget-Szent Miklósiak, mind pedig azok az emberek, akik ezt a közlekedési útvonalat választják. Az M0-tól Csepelig készült el ez a kerékpárút. Még annyit hozzátennék, hogy az M0 északi oldalán van egy lámpás kereszteződésünk, ahol már kész van a tervezet egy lámpás körforgalom kiépítéséhez. Ezáltal, mivel a területet érintette a beruházási szakasz, azt abban az időpontban fogjuk kivitelezni, amikor a körforgalom épül majd. Sok szeretettel köszöntöm Vaszi Zoltánt és Vaszi Krisztiánt, a Strabaco Kft. Képviselőit, akik ezt a beruházást elvégezték. Szeretném megköszönni ezennel önöknek is a munkájukat, és további jó munkát kívánok. És azt kívánom mindenkinek, hogy használja egészséggel és biztonságosan ezt a kerékpárutat, ami egyébként szakaszonként vegyes úthasználatra is ad lehetőséget. De ha jól megnézzük, akkor teljesen új kerékpárutat kellett építenünk, kerékpárút felújításra pályáztunk, amire kaptunk 54,3 millió forintos állami támogatást. Ezt pótolta ki még az önkormányzatunk 35 millió forinttal. Ezáltal Csepelig, tehát a város közigazgatási határáig, az M0-ástól tudtuk megépíteni a mögöttem látható kerékpárutat, ami tartalmaz még 2 buszmegálló korszerűsítését is, biztonságosabb betételét, hiszen az érintett nyomvonalhoz hozzátartozott ez a terület is, ezáltal ugye projekt keretein belül ezt is meg kellett oldanunk, és jelen pillanatban ugye kulturáltabb, biztonságosabb környezetben tudnak közlekedni mind a kerékpárosok, mind pedig azok, akik ezeket a buszmegállókat használják. A másik fontos mondani való, hiszen a mai záró rendezvényt muszáj volt megtartanunk, hiszen kormányzati előírás, mivel kormányzati támogatást is kaptunk, ezért kellett majd kijönnünk és hivatalosan is átadni ezt a területet. Nagyon fontos azt tudni, akár a Sziget-Szent Miklósiaknak, vagy a környékbeli lakosoknak, hogy van egy olyan szakasz, amihez nem nyúlhattunk, hiszen az M0-ás északi oldalán lévő lámpás kereszteződést azt át fogják majd alakítani, oda egy lámpás körforgalom épül majd, ezáltal az a szakasz, hiszen érinti a jelenlegi kerékpárút nyomvonalát, az a szakasz akkor lesz elkészítve, amikor a körforgalmat fogják majd építeni. Sziget-Szent Miklós önkormányzata itt egy vegyes úthasználati résszel is kombinálta a dolgot. Nyilván, hogy a saját forrás is az állami támogatással összevetve is egy nagyon jól használható és hasznos dolgot sikerült megvalósítanunk. Sziget-Szent Miklós önkormányzatával öröm volt együtt dolgozni, igyekeztünk mi is nagyon jó munkát végezni, mindenki elégedett lett a végeredménnyel is, határidő előtt bőven végeztünk, a következő projektekbe is számítunk, hogy pályázhatunk és megnyerhessünk.